Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek, akartam volt mondani, mert hogy ez a páros, már mint a Bagi Nacsa páros kapta, mint ahogy a műsor elején elmondtam, kedves nézők, a karinti gyűrűt. Akkor először is, légy szíves csak annyit, hogy Ivánnal mi van, remélem nem súlyos. Nem súlyos, jött egy ilyen hirtelen valami vírus szerintem ledöntött a lábáról, de látom, hogy az ő széke is itt van. Úgyhogy ilyenkor jó, csak és kizárólag ilyen esetben, hogyha valaki párosban dolgozik, és párban van, mert akkor ott van a másik, akihez hirtelen lehet nyúlni. Na hát karinti gyűrű, Karinthy Frigyes születésének napja. Egyébként azt hiszem, hogy ha Karinthyval kezdjük, és azt mondom, hogy egy nagyon-nagyon gyönyörű mondatot mondott, és ezzel te, mint humorista és előadó művész feltételezem, hogy egyetértesz, azt mondta, hogy a nevetés az egyetlen dolog a világon, ami nem nevetséges. Hát bizonyos értelemben így van, igen, és hát ez egy fantasztikus dolog, már csak azért is, mert az ő nevével fémjelzett díj, azt hiszem, hogy az méltóképpen foglalja össze nagyjából azt, hogy mit jelent ez a műfaj, mit jelent ebben a műfajban alkotni és dolgozni, immáron hát a mi esetünkben 24 évről beszélhetünk, ami hát majdnem egy negyed század, hát ezt kimondani hát is így van. Borzasztó. De egyébként én direkt megnéztem, hogy így párosban és párosan 1978-ban a Mikes György Somogyi Pál páros kapott Karinthy gyűrűt, aztán 91-ben Markos Nádas, és remélem jól emlékszem, mert itt voltak, meg forgattunk is a Szomszédnéni produkció. Igen. Hát így vagytok ti párom, most páratlan páros, csak azt tudom mondani. Igen, mi vagyunk a negyedik páros. Igen, szóval 24 év, és akkor hát azt nyilván nagyon sokan elmondták már, és te is elmondtad, hogy tényleg házi buli, és akkor elmentetek jelentkezni a rádiókabaréba. Ez odáig rendben is van, de hogy aztán eltelt 2-3 év, és meg is nyertétek a humorfesztivált abban a kategóriában. Igen, és nem vettük mi ezt azért annyira véresen komolyan. Ugye? Tehát amikor mi elindultunk, írtunk egy számot, és azt mondtuk, hogy akkor ezt nagy plénum előtt azért mégiscsak próbáljuk ki. Bementünk a Sinkó Péterhez, a Magyar Rádióba, jelentkeztünk a Rádiókabaré szerkesztőségénél, aki azt mondta, hogy fiúk, ez nagyon jó, másnap lesz nekünk egy nyilvános rádiókabaré felvételünk, pont másnap, soha nem felejtem el. És azt mondta, hát akkor azt megnézzük, hogy ez közönség előtt hogy működik. És a mai napig emlékszem, hogy Trunkó Barnabás volt a konferencié, és hogy ez már a hivatalos programon túl volt, tehát hogy lement a komplett rádiókabaré, és akkor Trunkó Barna azt mondta, hogy hát hölgyeim és uraim, bevallom önöknek őszintén, fogalmam sincs, hogy mi következik, és kik. Itt jön két fiatalember, ők tegnap jelentkeztek a szerkesztőségben, mi se tudjuk, hogy kik ők, mit csinálnak, tessenek megnézni, és tessenek ez eldönteni, hogy milyen. És őrületes siker volt, hát egyszerűen a mai napig emlékszem minden egyes pillanatra, és ami soha nem fogok elfelejteni, hogy arra emlékszem, hogy kinéztem jobbra a színpadról, és ott álltak az ajtóban azok az emberek, akiken én felnőttem, akiket láttam színházban, televízióban, Bodrogi Gyulától, Gálvölgyi Jánoson át, Bajor Imréig, Markos Nádasz, egyszerűen nézték, hogy hát mi folyik itt, kik ezek. És hát az egy olyan pillanat volt, hogy az ember azt se tudta, hogy hol van abban a pillanatban, tehát egy olyan katarzis, hogy kerül egyáltalán ide, hogy kerül ilyen emberek közé, és aztán Farkasházi Tivadar volt, aki akkor áthívott ment egy az MTV1-en, hát akkor még csak két csatorna volt, és ment egy Zárt Osztály című kabaré. Zárt Osztály, ez volt a címe, Verebes István rendezte, és akkor Farkasházi Tivadar volt a főszerkesztő, és akkor Farkasházi Tivadar és Verebes István volt az, akik azt mondták, hogy fiúk, akkor itt most kaptok egy önálló jelenetet, és tulajdonképpen az volt az, ami úgy belökte ezt a dolgot. Na jó, akkor gyorsítsunk. Egy mondat azért Ivánról annyit, ő azt nyilatkozta valahol, hogy tulajdonképpen ő hangutánzónak készült, és hangutánzóvá is vált, és tulajdonképpen tőled, ezt mondta, tanulta meg a színpadot és a színpadi viselkedést. Na most, amikor ti elkezdtetek együtt dolgozni, akkor a munka megosztása, hogy ezzel a szép szóval éljek, ez hogyan történt? Mert lehet, hogy első pillanatban nagyon egymásra találtatok még a gimiben,
De a későbbiekben azért nyilvánvalóan, mikor szerkesztetted és írtátok a számokat, azért itt valamit kellett csinálni ilyen értelemben. Hát ugye egyrészt nagyon fiatalok voltunk, hát én 16 éves voltam, amikor mi elkezdtük, és Iván volt akkor 19. Két vagy három évvel több. Igen, tehát gyakorlatilag mondhatom, hogy gyerekek voltunk. Uh-huh. Na most hát nyilván kell egy előadó művész életében is egy idő, amíg uh-huh. kifor, amíg formálódik, és én is azt érzem, hogy évek alatt mi is szépen lassan uh-huh. úgy fortunk ki, tehát ugye ez úgy valahová érett ez a dolog, és valóban én mindig színészileg fogtam meg egy-egy karaktert, uh-huh. vagy próbáltam megközelíteni. Ezek szerint nem úgy, hogy visszanézted 26-szor ugyanazt, hogy ne lehessen utánozni. Nem, én sosem néztem meg, megmondom ezt az senkit, hanem egyszerűen valahogy jött, vagy én nem uh-huh. tudom, szóval valahogy rögzültek a gesztusok, a mozdulatok, minden, amit láttam, azt így elraktároztam. Akkor már bocsánat, hogy belebeszélek, de hát ketten vagyunk, hogy ilyenkor, és azt hiszem, hogy így lehet azt elérni, hogy nem sértődnek meg, hanem tulajdonképpen már örülnek annak, hogyha szerepelnek nálatok, és én szerintem ez azért van, mert soha nem vettem észre a műsorajtaban, hogy ti gúnyolódtok, vagy gúnyosak vagytok valakivel. Ez így van, mi mindig szeretettel nyújtunk a karakterekhez, igen. És a legnagyobb öröm az, hogy bárkit hívunk a nemzet színészeitől kezdve, mindenki járt nálunk. A mostani műsoraitokban is. Mostani műsorainkban. De ezt tudod miért van? Mert 2003-ban nem csúsztatok el a Banánhéjon. Hát igen, most a kronológiában megyünk, akkor igen, még beszéltünk arról. Igen. De hogy egyszerűen, és az, mindegyikük azt mondja, hogy már várták a hívást, és hogy kiderül, hogy olyan rajongói egyszerűen a műsornak, mert én ezt nem szégyellem bevallani, hogy egy picit, amit mi csinálunk, az közelebb van a színészethez, a színházhoz, és a klasszikus kabaréhoz. Tökéletesen igazad van. A világ változik, a trendek változnak. Lehet, hogy ma a fiataloknak kicsit uh-huh. más a stand-up comedy, ugye nagyon berobbant pár évvel ezelőtt. Erre és mindjárt mondok majd egy mondatot. És akkor az egy kicsit olyan trendi lett, meg az lett egy kicsit az olyan hát csúnya szóval menő, ha úgy tetszik. Igen. De hogy közben meg mi egy olyan világban kezdtünk el működni és dolgozni, ahol olyan emberek között, hát ezektől az emberektől lestük el a szakmát, hát és tanultuk meg. Agárdi Gábortól kezdve Csákányi Lászlón át, és hát Hofit természetesen azt nem. Hát meg kívánni. Amikor az, igen, tehát amikor mindig elmondom, hogy amikor beléptünk a Magyar Rádió márványtermébe, és akkor vártunk a belépésre, hát ott olyan emberek, Sinkovics Imre, Tolnai Klári, Máté Erzsi, Tábori Nóra, Agárdi Gábor, Kálai Ferenc, Gál Völgyi. És a pagodában, a régi pagodában. És a régi szintén. Pagodában. Szóval ilyen emberekkel állhattunk ott egy platformon egyáltalán. Uh-huh. Mondom, ezt fel se tudtuk akkor még fogni, talán most így utólag csapódik le, hogy ez micsoda csoda dolog, hogy egy ilyen világban. Így van, na most azért mondtam az előbb, hogy még itt egy mondat erejéig visszatérünk, a stand-up menő lett, így van, de én senkit nem akarok megbántani, félreértés ne essék, mindig mondom, hogy tisztelet a kivételnek, de sajnos, és ezt nem csak én mondom, hanem kollégák is, egy kicsit olyan, bocsánat a szóért, olyan nadrágletologató lett az egész, és akkor ezek a drága jó fellépők fennhangon nem életre biztatnak, és mindenféle anyagcsere termékeket hoznak szóba, úgyhogy ez nem. De beszéljünk még annyit rólad, mert hála Istennek nagyon sok műsoron vagytok túl, és még lesztek is, hogy... Több mint 200 önálló televíziós hát, műsort csináltunk, ezért mondom, hogy ez csak Fábri Sándor mondhat el még magáról. Igen, na de hát azt nem biztos, hogy olyan sokan tudják rólad, hogy sportriporter akartál lenni, aztán végül csak parodizáltad a sportriportereket, de sportszerető ember voltál, és gondolom vagyis. És vagyok, és ez valóban így van. Én, hát az is nyilván ahhoz köthető, hogy egy olyan generáción nőhettem fel, olyan embereket hallgathattam, Vitrai Tamás, vagy Knézi Jenőt említhetném, akik olyan hatással voltak igen. rám akkor, hogy nekem az annyira megtetszett az a szakma, uh-huh. és aztán miután én ezt először nem vettem komolyan, hogy mi elindulunk tényleg egy ilyen úton, ezért én sokáig hittem, hogy jó, hát ez most megpróbáljuk. Majd közvetítesz egy foci meccset. És akkor majd igen, és én akkor sportriporter leszek, és aztán hát teljesen más felé terelt az élet, így utólag persze nem bánom, hát de hát ma is, a mai napig is nagy sport szerető. Egymáson tudtatok, vagy szoktatok nevetni Ivánnal? Nagyon sokat, nagyon, és akkor nagyon jó. Sokszor tud meglepni egyébként színpadon is. Uh-huh. Nagyon sokat improvizálunk mind a ketten,
és vannak olyan váratlan helyzetek és szituációk, amikor hát én is alig bírom visszatartani, volt olyan, hogy nem is bírtam, de hát az a közönség nagyon szereti, és persze, akkor azt úgy olyan élvezettel viszi na tovább. Akkor nézzünk egy próbát, és most én azt mondom, hogy légy szíves, folytasd. Én így kezdem el, hogy egy csók és más semmi. Hát most próbálom a gondolatmenetedet kitalálni, hogy mire gondolsz. Hát hogy van tovább a dal? Na most ezt gyorsan el kell mondjam, hogy én a szegény Bajor Imre barátom volt, igen, olyan, aki imádta a sanzonokat, a dalokat, de soha egyetlen egy dalnak a szövegét nem tudta. Na akkor elmondom, na miért. Így vagyok ezzel. Mi van a háttérben? Na jó, akkor megsúgom egy sok, és más nem, a vágyam csak ennyi, de ez azért, mert operett rajongó vagy, és egyáltalán zenerajongó. Igen. És az, hogy tulajdonosa és menedzsere és művészeti vezetője és minden vagy most már nem először a budavári koncerteknek, igen, a palota koncerteknek, azért én legalábbis ahogy ezt néztem és amiket mondtál ezügyben, a sok minden más elfoglaltságod mellett azért ez neked a szíved csücske, ha jól mondom. Hát ez az életemnek egy, igen, tehát azt mondhatom nekem, ez az életemnek egy olyan varázslatos pillanata volt, amikor ez létrejött és megvalósult, és amikor az álomból lett egy kézzel fogható valóság, és most már immáron idén a 7. alkalommal kerül ez megrendezésre, augusztus 2-án igen, és 3-án. Nekem az volt a célom, hogy ennek egyfelől ápolni Lehár Ferenc Kálmán Imre hagyatékát, hiszen világhírű zeneszerzőkről van szó, akik magyar zeneszerzők voltak, a műveiket a világon mindenütt játsszák, és én úgy gondolom, és azt éreztem, hogy valahogy nálunk Magyarországon ez évtizedeken keresztül nem volt megfelelőképpen a helyén kezelve. Tehát egy kicsit úgy eltolták, akarták értelmeztetni a nézőkkel ezt a műfajt, és azt mondták, hogy ez egy vásári komédia, a nép műfaja, miközben hát ez egy olyan eleganciát képviselő és eleganciával átitatott műfaj, de hát ha megnézzük, ugye miről szól, grófokról, bárókról, az arisztokráciáról. Politikusokról, és még történelmi képek is vannak benne. Történelmi képek, korszakok, és hát emellé párosul egy olyan szintű, csodálatos zene és zeneiség, igen, amely mondjuk Lehár esetében, hát nyugodtan mondhatom, hogy operai szintű zenéről most beszélhetünk. Ez nagyon-nagyon jó, hogy összejött neked. És egy méltó környezetben, egy elegáns gyönyörű közegben akartuk ezt játszani, és mondhatom, hogy már ez odáig érett, hogy ez a Magyar Zenés Színház legnagyobb ünnepe lett. De én feltételezem éppen a színház szeretete miatt, hogy azért sokat jársz színházba, ha van időd, gondolom. Nagyon sokat, én nagyon szeretem, helyes, a színházat, mind a zenés, mind a prózai színházat, úgyhogy igyekszem sok előadást nézni természetesen, és az, hogy hát ezzel ugye az operettel és az operával mindig úgy vagyok, hogy annyira szeretném, ha olyan jól tudnék énekelni, és olyan hangadottsággal áldott volna meg a Jóisten, és akkor mindig azt mondtam, hogy ha már ez nem így van, de valami közöm azért legyen a műfajhoz, és akkor így jött az ötlet, hogy ezt megcsináljuk, és Vadász Dániel barátommal, aki egyébként egy kiváló tenor szólistája volt az operaháznak és az operettszínháznak, vele ketten ezt megvalósítottuk, és hát ez egy nagyon, minden évben ez egy boldogság és varázslat. Úgyhogy... És akkor az idén augusztus elején megint lesz. Augusztus 2-án, 3-án a Budai Vár Oroszlán. Ilyenkor hol tart a szervezés? Mert éppen eleget dolgozol, és gondolom, hát nem az utolsó pillanatban, júliusban kell kitalálni azt, vagy június végén, hogy mi történik akkor egy hónap múlva. Hát a program az már megvan, már egy ideje az a próbák az Operettszínházban folynak, ugye ez a Budapesti Operettszínház társulatát és zenekarát vonultatja fel minden évben, tehát a legmagasabb szintű szólisták, énekesek és zenekar az, akik ugye közreműködnek és szolgáltatják magát a programot, és idén is egy csodálatos repertoár és egy varázslatos programmal készülünk, szóval a próbák már régóta a folynak. Ez akkor most hát ami akkor még ugye producerként az embernek ilyenkor dolga, hogy megszerezze a megfelelő anyagi támogatásokat, egyéb ilyen dolgokat, hát nem egy olcsó dolog, ahhoz, hogy ez ilyen szépen és ilyen látványos jó, legyen. Jó, akkor ne haragudj, hát profi tévés vagy, és az idő az mindig lejár, de mindenféleképpen akkor zárjuk azzal, hogy írjátok a következő számokat, darabokat, mindent. A nézőket biztatom arra, hogy igaz, hogy az egy másik televízió, de azért, amikor bent ültök a Páholyban, és visszatérve arra a gondolatra, amit mondtál, hogy ezek a klasszikusok
és ezek a nagyszerű emberek visszaköszönnek nálatok az Orfeumban, úgyhogy ez mindenféleképpen követendő. De hozzáteszem, hogy így van, egy darabig még ez folytatódik, de ez most egy átmeneti műsor. És mi lesz a következő? És jön egy, hamarosan egy új Baginacsa műsorral várjuk majd a nézőket, úgyhogy most már ezt is készítjük elő, de addig az Orfeumot természetesen láthatják. Nagyon jó, és akkor azt te mondtad, azt hiszem, hogy Karintival kezdtük, és hát mint méltó utód, fejezzük be azzal a mondattal, amit te mondtál, hogy hát múlnak az évek, stb., hogy a külső változik, de a humor megmarad. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen. Én is.